Pacsi mindenkinek srácok, Diesel vagyok, ez pedig egy kisebb vlog videó lenne, miszerint ne aggódjatok, nem feledkeztem el rólatok, csak... Ö... Hát inkább ezt, ezt inkább megmutatom, ezről nem tudok mondani. Na, itt észrevettétek esetleg, aki régen, régóta néz és még a zöld háttér előtt látta a szobámat, az tudja, hogy ilyen kék volt. Volt, elég hirtelen így két érettségi között, ment szóbeli és az írásbeli között jött egy olyan, hogy hát lakás így felújítás van, mert ez azért már egy kicsit öregecske volt itt a lakásunk, úgyhogy festés, stb. mindenféle szépség volt. Van, illetve van, úgyhogy ezért nincs videó, nem azért mennyire lusta dög vagyok, hanem egész nap dolgozok a házan amúgy, és most hamarosan lesz valószínűleg egy-két szabad estém, így éjszakám, amikor ki kell költözniük szüleimnek, mert csak az én szobám van félig, meddig ez sincs teljesen kész vélig meddig kész, úgyhogy majd valamelyik éjszaka fogok tudni videót venni. Ö, majd arra, hogy nem tudom, nem, magam, hogy valamit összehozok egy-két LOL videót. Mert az újra kell raknom a gépemet, tehát vettem egy SSD-t, meg mindenféle dolgokat. És egy kicsit a gépet is fejlesztettem. Újra kell raknom, és elfejtettem, hogy egyetlen egy játék van az egész gépemen, ami nem a D-meghajtóra, ugye én azt nem formázom általában, az a, az a mindenes ö, meghajtóm. A D-meghajtómra menti a mentéseit, hanem a C-re, amit csont leformáztam. Na melyik játék volt az? Hát még szép az Ori and the Blind Forest. Úgyhogy újrakezdhettem a játékot, természetesen videón kívül, három fasz közepette. Na mindegy, egy délután, mivel akkor volt szabadidőm, lehúztam a játékot. Ö, két és fél óra, három óra alatt visszaértem ugyanoda, ahol voltam. Csak kicsit több életem van meg ilyenek, úgyhogy az oriba ennyi változás volt. Lolozni alig tudtam mostanában, mert el is utaztam, meg minden, úgyhogy meg dolgoztam most, meg a házam, stb. Úgyhogy lol videó, most kicsit gyakorlok lóra még ebben az egy-két napban, miatt veszem a videókat, hogy azért ne, legyek, ne legyek totál benne, de tök mindegy, az is meg fog sikerülni, sikerülni fog, sikerülni fog. Az Ori után viszont majd keresünk valami új projektet, hogy mit fogunk vinni játékot, vagy mit kezdjek el, vagy majd valamilyen fun dolgokat. Minden esetre majd szeretném jobban bevezetni ezt a videót, csak sajnos ne haragudjatok, tényleg eszméletlen sok minden jött így most össze nekem amire nem számoltam, hiszen így kb. apám hazajött, hogy egyszer, hogy na jó van, akkor el kéne kezdeni most két érettségi között itt a lakásfelújítás és így vat. És pont előtte nap mondtam, hogy akkor most fogok tudni videózni. Aha, így fakjuk kb. nem. Na, de inkább nem is beszélek tovább. A két stúdió lámpa, ugye most csak az egyik működik, hogy adjon egy kis fény, mert most nem aztam a zöld hátteret. Inkább azt mondom, hogy nézzétek, tehát a szobán festése kb. 90%-ban van jelenleg kész. Itt van még egy nagy fekete, itt meg is mutatok nektek, én itt elköszönök, és... Van itt egy nagy fekete far így amennyire látjátok, itt az egyik lámpa ugye, az egész fal ilyen kék és szürke, jó, igen, csak most kitörtem a kezemet, bocsi ezért, álljatok, megfordítom, na ide a logóm kerül amúgy, ez édesanyámnak az ötlete volt, úgyhogy ő azt így megterveztette egy ismerősével, és kékkel fel lesz festve a logó, amit tudjátok. Nem tudom miért, anya mondta, ha már stúdiót csináltam, és édesanyám mondta, ha már stúdiót csináltam. Akkor nézzen ki nagyon coolul, és kb. ennyi van meg, ilyen szürkekik az egész szoba. Ott meg a hatalmas kupi, ugye, hát mert kb. így mindent, amit hirtelen le tudtam tenni az egészen, és ez a fő probléma. Nincs ajtó, tehát csont egy hete nincs ajtó a szobámon. Konkrétan, meg egyik, tehát nincs egy ajtó sem most jelenleg a lakásba, és így. Hát, Elég nehéz videózni, ugye közben már rendeltem egy új ö, ilyen mikrofontartó állvány, kart, meg mindent. És szóval már így fejleszgettem a, a gépet közben, szóval nem feledkeztem el rólatok. Amit tudok közben csinálom, tehát folyamatosan gépet, meg stb. stb. csinálom. Ö, de máj, az összes tököm tele van az egésszel. Viszont remélem hamarosan most már tényleg neki fogok tudni állni normálisan videózni, ahogy kéne is, de... Ja, de igyekszem rajta. Minden esetre az Orival hamarosan végzünk, szerintem két-három epizódnál több már nem lesz belőle köszönöm szépen azoknak, akik végignézik, tehát és minden. Akik meg annyira lol akarják, ne haragudjanak, nekik is szeretnék videót venni, csak azért a LOL az kicsit több időt vesz el, mint az Ori, mind a vágás, meg mindenből. mert az Ori az csak ilyen 20-25 perces epizódokban felveszem és tovább viszem és ennyi. Meg az, tehát az, az kicsit könnyebb, mint a lol mert ha ott van egy troll team, vagy esetleg ilyesmi, akkor ott az egészet azt vághatom ki a francba. Vagy ha szimplán nem sikerül úgy a felvétel, mit tudom én, nagyon unalmas lesz, vagy gyenge mecs, vagy ilyesmi. Uh, akkor azt azért azt, azt, általában nem szoktam feltölteni, ha olyan, ami, tehát én értitek, én, hogy 5 d carry van az enemy teamben, mert csomószor van ilyen sajnos. Uh, ez van. A GTA 5-tel tervezek videósorozatot, méghozzá Sirius csatornáján már láthattatok, mint a Facebook csatornáján, Facebook oldalán láthattatok egy ilyen promóképet, abban én vagyok az egyik szereplő, úgyhogy lesz egy ilyen kis, kis sorozat Sirius csatornáján először, aztán későbbiekben a Minden igaz az enyémben is. Jelenleg most is rám várunk, hogy azzal, hogy legyen végre ajtóm, de... Hát ez van, szóval uh, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a vlogot, csak egy kis jelentő volt mégis, hogy mi van a csatornával, nem felejtettelek el titeket, srácok, tudjátok, hogy imádlak titeket, csak legyek túl én az érettségi, meg minden finomságon, aztán folytatjuk, folytatjuk szépen tovább a videózást, úgy, ahogy annak mennie kell, na, viszont egyelőre én most még elköszönök, a napokban nagyon-nagyon remélem most már, hogy találkozunk, hiszen tényleg már nekem is viszket az újabb kábé, hogy amikor ah, tettem már fel a következő videót. Ez van srácok, ez van, addig nektek jó pihenést, játszatok, sulízzatok, akik érettségre készülnek, mint én, azoknak sok sikert a szóbelire, mindenre. Jövök majd, jövök majd, addig tartsatok ki, köszi szépen és sziasztok!